Halász Magda, hová lett az ellenőrző? Anyu kérdez, apu faggat, ellenőrzőt hová raktad? Ezt kérdezik napok óta. Unalmas már ez a strófa. Nem találom, mondtam bátran. Ott maradt az iskolában, vagy a padban felejtettem, vagy útközben elvesztettem, vagy a cica vihette el. Próbálkoztam mi a trükkel. Tegnap bebújt a táskámba, mégis is lettem csodára. A lábammal dobbantottam, ki is ugrott onnan nyomban. Ellenőrzőm, csak elvitte. Enyed, vagy hová tette? Így sorolom egyre tovább, keresve a rejtély okát. Anyu hallgat, jaj, de ciki, tudja, hogy fülentek neki. A szobába apu lépett, vágtam csodálkozó képen. Ellenőrzőm, ott volt nála, szőnyeg alatt megtalálta. No, majd elverem a cicát, beírt neked egy szekundát, mondta apu nagy mérgesen. Rögtön eltört a mécsesem. Ne verjétek meg a cicát, nem ő adta a szekundát, tanítónénitől kaptam, mert az órán rosszalkodtam. Apa és az anya nevet, örülök, hogy jó a szíved, ne félj, nem bántjuk a cicát, de kijavítsd a szekundát! Helyezett lett, hogy minden porcikájával, tekintetével és mindenével élve adta elő a verset a Csata utcából Benke Köszönjük szépen a Nőrinek a nagyon kedves szavakat, és az ötleteket.